Tisztelt polgármester úr, először is szeretnék boldog új esztendőt kívánni, eredményekben, sikerekben gazdagot, önnek is és az egész csapatának. Nagyon szépen köszönöm, és hasonló jókat kívánok minden 16. kerületinek, legyen olyan az új évük, amilyet szeretnének maguknak. Az elmúlt időszakban alapvetően arról beszélgettünk, vagy arról dolgoztunk, hogy ezt az évet hogyan startotassuk el. Ugye tavalyi évben sikerült költségvetést megalkotnunk, úgyhogy most ez egyébként a költségvetés alkotására szolgáló időszakot most felszabadult, úgyhogy kicsit hamarabb tudjuk kezdeni a beruházásainkat, már amelyikre tervünk van, úgyhogy már épp azon dolgozunk, hogy melyik közbeszerzést mikor írjuk ki. Egyenlőre két olyan közbeszerzés van, ami biztosan most a legelején el fog indulni, az egyik a Tóth Ilonka emlékház kialakítása. Itt még ugyan várjuk az építési engedélyt, de én nagyon remélem, hogy a napokban megkapjuk, és akkor ezt azonnal tudjuk indítani, mert hát október 23-ára kész kell lenni, sőt, hát szerintem szeptember végére, mert még be is kell rendezni, meg ez az amaz. Úgyhogy ez az egyik sürgető ügy most így január elején, a másik az meg a strandbővítés, ugye azt szeretnénk úgy megcsinálni, hogy legalább a zajjal, porral járó munkák azok a strandszezon megkezdéséig elkészüljenek, és még lehetőleg ezen a nyáron lehessen majd használni a strandot, magát az új bővítést, mert ugye a régit egyébként is lehet majd használni a mostani állapotban. Itt annyi nehézségbe ütköztünk, hogy november 1-től változott a közbeszerzési törvény, és előírt a nagyobb beruházási munkákra, itt például a strandbővítésre is, úgynevezett tervellenőrt, ami amellett, hogy pénzbe kerül, amellett egy kis időt is elvesz, mert neki még át kell nézni még egyszer terveket, azt még véleményezi, azt még megvitatja a tervezővel, aztán, hogyha kell a tervező, még javítgat a terven. Tehát még ilyen bonyolult dolgok vannak. Még ez az időszak sem zárult le, úgyhogy még ezt sem tudom pontosan mondani, de mindesetre úgy tervezük, hogy elkezdődik, amint jó idő van ez a beruházás, tehát április környékére tervezük, hogy akkor beindul ez. Majd az útépítések sokkal hamarabb el fognak kezdődni, ahogy jó idő van, úgy lehet majd csinálni. Illetve hát még van egy olyan nagy projektünk, amit idén csak elkezdünk, de majd nem fogunk befejezni, ez a János utcai napközis tábornak kulturális központával a fejlesztése. Tehát ez az épület, ami ott van, azt bővítjük, felújítjuk, átalakítjuk, és abból egy kultúrház, színház alakul majd ki, hogy a hívsinek túloldalán is legyen. Illetve, hogyha innen nézzük, ezen az oldalán is legyen kulturális intézmény. Intézmény lesz, hanem? Hanem egész évben levő intézmény, a civil szervezetek számára is jó hely lesz, illetve hát nyilván a kulturális életet is pesdíteni fogja Szent Mihályon. Ezen kívül, ami az elmúlt két hétben történt, volt rendkívüli képviselőtestületi ülés. Ugye most az első testületi ülés az január végén lesz a rendes testületi ülés, de a Fővárosi Önkormányzat megküldte nekünk a forrás megosztás véleményezését, és ezért rendkívüli testületi ülést tartottunk, bár nem feltétlenül ezért kellett volna, hanem a másik ügy miatt, de először hagyj beszéljek erről. Ami azt jelenti, ugye van ez a forrás megosztás, hogy az iparűzési adóból, leginkább iparűzési adóból a kerületek és a főváros milyen százalékban részesedik, ugye ez egy törvény határozza meg, tehát nem a főváros meg a kerületek alkuja. Ez a törvény ez most változott decemberben, a kerületek újabb összegekkel járulnak hozzá a közösségi közlekedés a BKV finanszírozásához. Eddig is hozzájárultak 4 százalékpontnyival, ami mintegy 8 milliárd forint volt, és most 2016. január 1-től 1,5%-kal, majd 2017. január 1-től újabb 1,5%-kal, összesen mintegy 6,5-7 milliárd forinttal újra hozzá fognak járulni a közösségi közlekedéshez, annak fenntartásához, de mivel hál' Istennek jól megy a gazdaság, és az iparűzési adó bevétel számszakilag meg mindig emelkedik, így mégiscsak úgy alakul ki, hogy bár százalékban kevesebbet kapunk, forintban mégis többet fogunk, méghozzá közel 200 millió forinttal többet fogunk kapni 2016-ban, mint ahogy 2015-ben terveztük, legalábbis az év elején. Úgyhogy ez mindenképpen jó hírnek számított. A másik, amiért igazából összeült a képviselőtestület, és ha már volt rendkívüli ülés, akkor beszéltünk az iparűzési adóról is, illetve a forrás megosztásról is, az, hogy árverezik az MDF volt székházát a János utcába, illetve most már ez talán az a szervezet, ami volt utoljára, ezt árverezik, meg onnan felszámolták ezt a céget, és nagyon régóta, szerintem 25 éve szeretném megszerezni az önkormányzat ezt az épületet. Úgyhogy most indultunk az árverésen, és ez kellett egy döntést meghozni, hogy indulhasson az önkormányzat az árverésen. És mivel a testületi ülésünk közelében lesz majd az árverésnek a vége, ezért
inkább előre hoztuk, mert annak van ilyen adminisztratív lépcső, hogy be kell jelentkezni zárverésre, meg egy csomó ilyen dolog, amit nem tudtunk volna akkor meghozni. Meglátjuk, majd január végén van a zárverés, remélhetőleg senki nem fog többet adni, mint az önkormányzat, ezért az ingatlanért meglátjuk. Meglátjuk. Aztán ezen kívül volt Vas Albert díjátadás, ugye ezt minden évben Vas Albert születésnapjához legközelebbi hétvégén rendezi a Kovász Egyesület, a Hittalan Nemzetér Alapítvány és a Rákos Személy Áér Kulturális Egyesület, és minden évben van egy-egy díjazott, most már 11. alkalommal adják át a Vas Albert díjat. Idén dr. Papp Lajos szívsebész professzor kapta meg a Vas Albert díjat. Minden évben olyan emberek kapják, akik sokat tettek a magyarság megmaradásáért, vagy egyáltalán a magyar nemzet jövőjéért, fejlődéséért. Aztán ezen kívül voltam 90 éves bácsit köszönteni, Sándor bácsi rendkívül jó erőben van. Hát körbe tudná szaladni a félkerületet, szerintem olyan jó erőben van, nem látszik rajta egyáltalán, hogy 90 éves, vidám, a hallásával van kis apró probléma, de ezen kívül semmi baja, úgyhogy szerintem a 100-at is bőven meg fogja élni, Szentmihályon lakik és szerető családja körében van. Aztán szomorúságról is be kell számolni, meghalt Várkonyi Ákos, dr. Várkonyi Ákos, a szakrendelő korábbi igazgatója, és neki volt a temetése ezen a héten. Voltam is a temetésen, jó sokan voltunk, tehát sokan emlékeztek rá, nyilván a szakrendelő dolgozói, de a CBA-tól is voltak, tehát valószínűleg ott is volt valami érdekeltsége a doktor úrnak annak idején. Ezen kívül, ami még érdekesség, vagy hát rendezvény lesz a Révés Sándor koncerten kívül, ami a hétvégén lesz az Erzsébet-ligeti Színházban, az, hogy a Pofosz minden évben megemlékezik a Doni áttörés áldozataira, és így ez a mai nap pénteken délután 2 órakor lesz a Cinkotai temetőben, ahol van is egy emlékoszlop, emlékmű állítva a Doni a háborúban, a Donkanyarban elesett magyar katonák emlékére, és ennek lesz megemlékezése. Egyéb más várható még a hétvégén? Remélhetőleg jó idő. Bár azt mondták, hideg lesz, és állítólag hó nélküli hideg lesz, aminek a gyerekek nem annyira örülnek, mert ha már hideg van, hújjon a hó. Remélem, hogy más olyan dolog nem jön közben, amiért érdemes lenne szót váltanunk, tehát semmi katasztrófa nem fog történni. Úgy legyen, nagyon kellemes, pihenős hétvégét kívánok. Úgy legyen, köszönöm szépen.